A banki hitelkárosultak egyesülete szerint a jó adósokkal fizettetik meg a bankok a rossz adósok miatt keletkezett veszteségeket. Az egyesület tapasztalatai szerint ugyanis a törlesztő részletek egyáltalán nem csökkennek, sőt, van, ahol nőttek is, pedig erős a forint, és folyamatosan csökken az alapkamat. A PSIF is vizsgálja a bankoknál, hogy nem terhelik-e a nem fizető ügyfelek okozta károkat a rendesen fizetőkre. Már egészen másképp. Egyre több a panaszos dosszió a banki hitelkárosultak egyesületénél. Az utóbbi hetekben már nem csak azok kérnek segítséget, akik nem tudják törleszteni hiteleiket, hanem azok is, akik nem értik, miért nem csökkennek a részletek. Pedig a forint erős, és az alapkamat is folyamatosan csökken. Egyre többen vannak azon panaszosok is, akik nem tudnak hova fordulni a problémájukkal, mert úgy érzik, hogy ők fizetik meg a rossz adósok helyett is azt a úgymond kockázatot, amely az ő törlesztő részleteikbe is bele van építve. A banki magatartási kódex alapján a nem fizető ügyfelek okoztak károkat nem terhelhetik másokra. A PSAF március óta ezt is vizsgálja a bankoknál. Meg akarunk győződni, hogy többek között például az egyoldalú szerződésmódosítások, a költségek változtatására vonatkozó tényleges gyakorlat miképpen működik, hogyan tartják be a bankok. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb jelentése szerint idézzük, a bankok az emelkedő kockázati költségek egy részét a meglévő ügyfelekre háríthatták. Mekkora hitelt szeretne, milyen futamidőre? A bankszövetségnél azt mondták, valóban megugrottak a banki költségek a nem fizető ügyfelek miatt. A megnövekedett költségeket a bankok meglévő hitelszerződésekkel rendelkező ügyfelekre nem tudják áthárítani, csak és kizárólag olyan ügyfelekre, akik most akarnak kötni hitelszerződéseket. Azok a bankok, amelyek megszegik a magatartási kódexben foglaltakat, akár 2 milliárd forintos büntetést is kaphatnak.